Tavaly edzőt váltott, Francia környezetben próbálva megújulni. A Rioi olimpia neki sem sikerült, mint testvérének, de ezúttal már aranyat nyert 1500 gyorsan a Dohai rövidpályás világkupán Gyurta Gergely úszó aki előtt idén még ott a kanadai rövidpályás VB is, mögötte pedig a nyíltvízi úszás dilemmái. Hát vele beszélgetünk mindezekről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Szia, Gergő! Hát ugye három évvel ezelőtt rövidpályás EBI arany után ez az első ugyanolyan színű, igazán komoly érem. Most ezt már mondhatjuk, hogy kezd beérni a francia mestere Philippe Lükával a kapcsolat? Mondhatjuk, igen. Én szeptember 14-én 2015-ben edzőt váltottam, mert a kazanyi világbajnokság után nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettem volna, nem jutottam ki 10 kilométeren az olimpiára, és egy kicsit úgy éreztem, hogy nekem most váltásra van szükségem, ezért döntöttem filipuka mester mellett. Akkor, és... De hát ez egyetértésben történt ugye a Kovács egy vírt kettőssel, hiszen ők is akkor azt mondták, hogy, hogy edzésen benned van, benned van a jó eredmény, csak valami plusz kellene, valami lökés, ami kihozza belőle. De ez lett volna akkor ez a környezetváltás. Igaz? Így van, így van. Hát a legfőbb, legfőbb problémám az volt, hogy itthon Magyarországon ugye a legjobb Ezelőttes vagyok, legjobb poszutávú szó vagyok, tehát gyakorlatilag nem tudtam kivel edzeni, míg kint Franciaországban egy óriási nagy csapat, 22 ember között készültem, és és megvolt az a, az a, az a csapat szellem, hogy amikor látja az ember, hogy nem csak ő szenved, hanem mellette ott van még 21 ember, és ugyanúgy megcsinálja, és ugyanúgy húzzák egymást, segítik egymást, ez, ez nekem óriási segítséget nyújtott. Na most, de ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy átes a másik szintén vizes oldalára, és nincs akkora figyelem rajtad? Vagyis, hogy a, az edződ eleget tudott veled foglalkozni? Hát kint... ő világsztáros sorát nevelte föl. Igen, kint azért másabb a felkészülési rendszer. Ö, ott nincs az, hogy egy emberre egyedző van, ott, ott, inkább úgy van, hogy megvan adva az edzés, főleg az elejét a bemelegítő részt magunktól úszuk órára a falon, ő csak ő nézi, hogy most ez jó iram, nem jó iram. És a fő részben, mivel is van egy segédedzője, általában úgy állt föl, hogy két pályán a hosszú távúszók az úgynevezett profik, másik két pályán a vegyes húszok és a másik két pályán az úgynevezett nyulak, akik segítették a, a másik két pályát. Uh -huh. Tehát én azt az, az vettem észre a, kint, a kinti felkészülésben, hogy nincs annyira nagy az edzőnek, nincs akkora nagy... Ö, ö, tehát, nem, tehát nem, szóval. ne, nem mindenre rátelepszik, tehát így nem van, mindenben így ő van. dönt, hanem sokkal nagyobb önállóságot ad a versenyzőnek neked, hogy hát figyelj, eldöntött, hogy mennyire keményen akarod csinálni. Így van, így hm. van. ennek ellenére viszont, hát ugye Lukának van egy karizmája, szóval ott nincs az, hogy én most akkor lemegyek és lógok, hm. és nem csinálok semmit, tehát ott, ott azért elég sok... Ö, ö, figyel, figyelmeztetés és, és ledegradálás volt, hogyha valamit nem úgy csinált az ember. Szóval rá volt kényszerítve arra, hogy, hogy megcsinálja azt, amit ő, ő, akar. Azt mondanak, hogy neked így tulajdonképpen ez az egy év alatt bejött a Mediterránum, Narbon ez a déli francia környezet? Hát nagyon, én most, hogy itthon készülök szeptember óta, hát valami nagyon hiányzik nekem az, hogy Ugye a legfőbb, leg, legjobb az volt, hogy plusz egy órával kés, később ment le a nap, és mínusz egy órával korábban kelt föl a nap, szóval két órával hosszabb ideig tartott egy, egy napszak, mint itthon, meg hát ugye az, hogy plusz, nem volt mínusz, nem láttam havat, elképesztő El jó napot, igen. Igen, uh -huh. szóval, szóval ez inspiráló, nagyon... Jelzik, inspiráló, inspiráló Na most, mind az alapján, ami munkát együtt elvégeztetek, rió mekkora csalódás? Én nem mondom, hogy nagyon nagy csalódás lett volna. 400 vésen ugye 1,3 másodpercen múlott az olimpiai döntő. Nyilván én úgy mentem ki, hogy szeretnék döntőt úszni mindenféleképpen, és Londoni Európa bajnokság után mi teljes mértékben álltunk a 400 WS-re, hiszen láttuk, hogy 1500 gyorsan nagyon sűrű a mezőny, hogy most már a gyors úszó számokban gyakorlatilag mindenhol. A 400 vélest tartottuk egy kicsit lukasabb számnak, és ez a Rio olimpián is bejött, hiszen 4-14 féle lehetett bekerülni a döntőbe, ami valójában őszintén nem egy erős idő. Ö, picit csalódott voltam, de azért nem úgy jöttem el, hogy, hogy magam depressziósan, szóval kim voltam az olimpián, 11. lettem, sajnos ez most így sikerült. Most úgy tűnik, hogy ez a rövid pályás világosulott, ez, ez, ez fekszik neked, tehát valami beírett a munkába. Itt az 1500 a szokatlan nagy fölénnyel nyerted, ez azt jelenti, hogy, hogy akkor most jöhet az a bizonyos áttörés? Igen, hát elég régóta várjuk ezt az áttörést. Gyakorlatilag 2013 óta nem találtam úgy igazán a helyemet, nem jöttek úgy, nem jött ki úgy a lépés sohasem. Én bízom benne azt, hogy most már végre egyszer kijön az a, az a munka, ami bennem van. Én alázattal csinálom továbbra is, és pozitívan állok hozzá bevallom őszintén, hogy ez a három hetes felkészülés után, ez a 14.32-es idő, ami a Windsori kanadai világbajnokságra szint idő, ez egy igen bíztató jel az előjelekre, mi továbbra is csináljuk azt, amit csinálunk, és, és bízunk benne, hogy, hogy a Windsori világbajnokságon minden rendben lesz, és sikerül azt, amit elterveztünk. De mit terveztél? Hát egyelőre mi Feri bácsival azt terveztük, hogy bejutunk a döntőbe, mindenféleképpen, mert most már elődöntő döntős lesz ez a világbajnokság is. És hát, hogyha már ott vagyok bent a döntőben, ott már nyilván, egy, ahogy a bátyám is mindig mondta, a döntőben mindig más, más a helyzet, versenyszituáció, ott bármi kisülhet. Na most ez azt jelenti, hogy Filip most most a Kovács egyiféle csapatnak vagy valami fajta együttműködés azért megmarad veletek? Például ő mivel engedett el ezután a szakasz után, hogy, hogy az edződ volt jó ideig? Megmaradt a, a viszony, ugyanúgy gyakorlatilag az edzőm. Én megmondtam neki, hogy az olimpiátán szeretnék egy hosszabbat pihenni, Másrészt pedig két vizsgám van hátra, és meg lesz a diplomám a Budapesti metropolitán Egyetemen, szóval én mindenféleképpen meg szeretném most már csinálni ezt a ezt a két vizsgát. Én eddig passzív fél évet uh -huh. zártam, tehát megmondtam neki, hogy ezt a két vizsgát hadd csinálja meg, és utána, hogyha, hogyha új van és van lehetőségem rá, akkor januártól visszamehetek, és természetesen azt mondta, hogy bármikor jöhetek, amikor csak szeretnék, azóta is van, hogy két-három hetente megkérdezi, hogy hogy vagyok, mi újság, mit csináltam, gratulált az eredményeimhez, szóval ez az edzői kapcsolat megmaradt és... ez az lehet, hogy újra fog éledni majd januártól, de most is a körében vagy. Így van, így van, ugyanúgy figyel rám, ugyanúgy kérdezi, hogy hogy vagyok, tehát minden megmaradt ugyanúgy, csak most itthon készülök. Na de azt nézzük meg, hogyha már itt megemlítettem a felkomba, hogy Széles, Gább, Széles Sándor korábban azt mondta, hogy tehát te egy ideális hosszú távú szó vagy lennél, és ugye nyílt vizen tudnád a legjobb eredményeket produkálni. És azért is mondtam itt az elején, hogy lehet, hogy ezt a dilemmát te már magad mögött hagytad, nem? Igen, én, én hogy Szetubában engem gyakorlatilag az utolsó nyílt vízi versenyemen kizártak, úgymond gyakorlatilag nyilván ez egy bizonyíthatatlan dolog, nem is ebben, nem is ebben akarok hívni. Én, én úgy döntöttem, hogy ezt a nyílt vízi úszás, ezt féleteszem, mert gyakorlatilag én 2012 óta csinálom, és mondhatni is nem, nem, volt olyan eredményem, ami miatt azt mondanám, hogy oké, okay, gyerünk, ezt csináljuk tovább. Szóval én azt mondom, hogy... Széles ő... Mester olyat látott volna benned, ami nem volt benned? Ez egy nehéz, nehéz dolog, nehéz kérdés, mert én amikor nyílt vízi úsz, amikor 10 kilométert úsztam, mindig valahogy azt éreztem, hogy hát ez nem az igazi, én nekem ez nem úgy fekszik, én, én, én küzdöttem, én mindig mindenki azt mondta, hogy, és ha bolyozik az ember, akkor nem lehet elfáradni, hogyha én bolyoztam, akkor elfáradtam, hogy előre mentem, akkor is elfáradtam, tehát igaziból nekem soha nem volt egy olyan, olyan jó versenyem, amikor azt mondtam, hogy na igen, akkor ezért érdemes csinálni. Tehát a nyílt vizet nem élvezted mondjuk ki. Így van. Uh -huh. Hát akkor ezt, ezt azt mondom, hogy életre lezárhattuk ezt a témát. igaz? Hát mondhatjuk, igen. Nem, na... nyilván nem égetek föl semmilyen hidat magam mögött, de ettől függetlenül azért nyilván arra fókuszálok, amin, ahol többes ilyen van, és ahol nagyobb sikereket értem el. Na most uh, egyébként ezt a dilemmát most már, hogy rövid pálya, nem rövid pálya, azt tegyük félre, nézzük meg ezt a 400 vegyes és 1500 gyors kérdést. Egymás mellett csinálni, mind a kettőt csinálni, melyik lesz a fő, az számít -e az, hogy hol, hogy hol vannak nagyobb rések, vagy kevésbé sűrű a mezőny, vagy hogy neked melyik megy jobban időszakosan, szóval ez hogy, hogy néz ki ez a kérdés? Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert én gyakorlatilag úgynevezett univerzális, univerzális úszó vagyok, tehát 1500 gyorstól kezdve 400 vegyesen át 10 kilométerig gyakorlatilag 25 kilométert is úsztam, ugye mindent, mindentben tudok úszni. Lehetne tíz próbázó is, hogy az hát, hát, úszásból. Nem biztos. Hát én ugye 2009-ben, amikor ifjúsági Európa bajnokságon voltam, én 1500 gyorsan nyertem, és 400 vésen ezüstérmes szereztem. Tehát én gyakorlatilag már akkor is úgy készültem, hogy 1500 gyors, 400 vés együtt a kettő, hiszen megfér egymás mellett. Most is így készülök az utóbbi időben is. A kettő, a kettő együtt megfér. Uh -huh. Tehát nyilván az verseny helyzettől is függ, hogy most akkor ö, melyik lesz ö, az optimálisabb, melyikre helyezzük nagyobb hangsúlyt. Most nyilván ugye ö, én if, ö, rövidpályos európai bajnoki aranyérmes 1500 gyorsan, nyilván ott azt mondtam, hogy az ott könnyebb szerintem a, a szintet megcsinálnom, mint 400 v úgyhogy rámentünk most egy kicsit a gyorsra, jobban rámentünk, és hát hála Istennek sikerült is ez a szint. Most, hogy megvan ez, úgynevezett kicsit hátra tudok dőlni, és akkor most meg tudjuk próbálni a 400 verses es szintidőt is, ahol gyakorlatilag 4.06 a szint, 4.06.37, nekem 4.06.10 van, tehát hogyha már megúszom a saját legjobbamat, akkor már, me akkor mert, vagy, akkor már a... megvan, így van. A sok forduló, kedveznek Hát ezelőtt igen, de 400 vésen azért. Én, 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 azt mondtam, amikor kim voltunk a világ hogy hát én jobban elfáradok 25-ösben 400 vésen, mint 50-esben, hiszen ugye ott az embernek kénytelen tiszta erőből fordulni és nyomni, mert mellette is ugye a japánok, a németek, angolok nyomják. Uh -huh. Na most, hogy egy kicsit távolabbra tekintünk, a végén még Ergő azt mondnak, hogy jó, Tokióra beérhet a dolog, de nem menjünk annyira messzire, csak pont annyira távol, hogy Budapesten lesz egy vízes világbajnokság, és mondjuk az egy, az egy, ilyen jó kis történetlen, hogyha két gyúrta lenne a dobogon? Hát adja jó Isten, bízom benne. Nagyon remélem, hogy a Dani is ezt, a, ezt, az évet maga mögött tudja hagy, hagyni, és rá tud koncentrálni a budapesti vizes VB-re. Én is bízom benne, hogy, hogy minden jól fog alakulni, és hát, és hát adja, adja tényleg, csak ezt tudom mondani, hogy adja a jó Isten, hogy sikerüljön mind a kettőnknek úgy, ahogy elterveztük és szeretnénk. hogy legyen így további jó felkészülésnek, hát addig persze egy jó rövid pájas VB-t is neked. Köszönöm, Köszön, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.